Köszöntöm a Cikádon magazin nézőit! Elkészült Bátaszék egész ciklusra szóló gazdasági terve, melyet elfogadott az önkormányzati testület. Bozsolik Róbert polgármester azt mondta, nem víziókkal kell ringatnunk magunkat, hanem olyan terveket kell az asztalra tenni, mely tükrözi a bátaszékiek igényeit és nem kényszeríti az önkormányzatot olyan helyzetbe, mely felborítja az évről évre a stabil tervezésen alapuló költségvetéseket. Megtárgyalta és elfogadta Bátaszék város egész ciklusra szóló gazdasági cselekvési programját a városi képviselőtestület. A két oldal más-más koncepció alapján képzelte a következő négy esztendő terveit, Bozsolik Róbert polgármester értelmezésében a gazdasági programnak olyannak kell lennie, mely nem kényszeríti a várost olyan pénzügyi helyzetre, melynek a hitelfelvétel és a hitelspirál kialakulása lenne a vége. A gazdasági program összeállításánál figyelemmel kell lenni a város terbíró képességére. Egy felelősségteljes városvezetés nem hozhat olyan döntést, ami adott esetben eladósodás irányába vinni a várost és a város költségvetését, sem rövid távon, sem középtávon. Ezért a program meghatározásakor a realitások mentén döntöttünk, és azokat az elemeket kívánjuk megvalósítani, amelynek a forrása fedezeti oldalról a költségvetésen belül biztosított. Egyrészt építkeztünk a 2014-19-es időszakra, hiszen sok tekintetben megkezdett feladatok folytatását kellett ebbe a cselekvési programba beleépíteni, és a cselekvési program összeállításának alapvető koncepciója a kiszámíthatóság volt, és a stabilitásnak a biztosítása. Hiszen maga a program is és a kötelezettség is arról szól, hogy egy ciklusra vonatkozóan kell meghatározni a képviselőtestületnek a gazdasági programját, illetve a cselekvési fejlesztési elképzeléseit. Próbáltuk modellezni és végiggondolni, hogy mik azok az elképzelések erre az időszakra, amelyekről egyrészt tudomást szereztünk az elmúlt hónapokban, hiszen lezajlott egy választási kampány, ahol erőteljesebben kinyilvánították a véleményüket a város polgára, hogy mire lenne szükségük, mit szeretnének látni, mit várnának el a város megválasztott vezetőitől az elkövetkező időszakban, hogy miután menjenek, milyen fejlesztési elképzeléseket próbáljanak megvalósítani. Hogy adott esetben szociális területen, közművelődési területén, vagy nevelés, vagy egészségügyi területén mit szeretnének tapasztalni az elkövetkező időszakban. Ezeket építettük be ebbe a cselekvési programban. Valóban racionális ez a program. Nem tartalmaz túlzó elképzeléseket, nem tartalmaz víziókat. Viszont tartalmaz olyan stratégiai fejlesztési elképzeléseket is, elsősorban fejlesztési elképzeléseket, amelyek bizonyos programjaink megvalósításához szükséges. A program része egy új közművelődési tér kialakításának koncepciója, valamint egy idős gondozással bíró intézet létrehozása is. Ezek megvalósítása azonban csak állami finanszírozás mellett képzelhetők el, mondta a polgármester. De maga a program egyébként az elemeik tekintve azt gondolom, hogy azokat a realitásokat mindenképpen tartalmazza, amire nekünk, bátaszéki képviselőtestetnek, bátaszéki városvezetésnek van rálátása, van mozgástere. Én úgy gondolom, hogy ezeket kellett elsősorban ebben a programban megjeleníteni. A város szabad forrásai nem tesznek lehetővé jelentős külső forrás, azaz hiteligénybevételét, hiszen ezt vissza is kell fizetni. És azt gondolom, hogy felelősségteljes városvezetés alapvetően rövid és középtávon gondolkodhat ilyen gazdaságfejlesztési kérdésekben, mert sajnos mind a két fejlesztés ilyen értelemben improduktív. Tehát ez nem fog a város kasztájába pénzt hozni, ez csak vinni fog a város kasztájába. Tehát ennek a megvalósításához is úgy szabad önkormányzati forrás biztosítani, ami nem veszélyezteti egyébként mindazokat a feladatokat, amelyeket kötelező feladatként el kell látni, és nem veszélyezteti azoknak az értékeknek a megvalósítását, amit az elmúlt időszakban már létrehoztunk, és Bátaszékváros polgárai igénylik, szeretik és kívánják, hogy a továbbiakban is ezeket folytassuk. A képviselőtestület döntött a következő időszak közfoglalkozásáról.
közfoglalkoztatási programjának részleteiről is. Jelenleg 19 közfoglalkoztatotti helyen rendelkezik az önkormányzat, ebből 12-t tudtunk tartósan betölteni. Itt hosszabb, rövidebb időtartamokról volt szó, jelentős cserélődés volt időközben. Az önkormányzat a képviselőtestület arról döntött, hogy ismét csatlakozik a közfoglalkoztatási programhoz, ami ismét egy éves program lesz. 2020. március 1-től jövő év február 28-ig fog tartani. 16 főre nyújtottunk be igényt, ebből 10 főre kaptunk támogatást. Ez azt fogja jelenteni, hogy az önkormányzatnak az egy év alatt 3.300.000 forintot kell önerőként hozzá biztosítani. A képviselők arról is döntést hoztak, hogy az idei esztendőben nem emelkedik a városban a szociális ellátások díja. Kincsőrzők címmel programsorozatot indított a Bátaszéki Gondozási Központ. A sárközi néphagyományokkal, népdalokkal ismertetik meg az idősek klubjának tagjait. A második alkalommal Kolbert Margit, a sárpilisi Gerlice Madár Hagyományőrző Néptánc Egyesület művészeti vezetője tartott előadást az időseknek, akik lélegzett visszafojtva hallgatták Margit élettörténetét és az azon keresztül kirajzolódó sárközi kultúra ismertető jegyeit. Kolbert Margit mindig is szerette a gyerekeket, óvónőnek készült, de végül közgazdasági pályán tanult tovább. Majd miután nem adatott meg számára a saját gyermek, nem adta fel álmát, hogy egyszer nagy családja lesz, és párjával több gyermeket örökbe fogadtak, és több kicsinek lettek a nevelőszülei. Ők voltak az ötös fogat, úgy nevezték őket a faluban. Egyik kicsi, másik pici. A legkisebb, a szőke kislány volt, ő nem volt, ő 5 hónaposan került hozzám, 4600 grammal. A fejét a párnáról nem tudta felemelni. A másik kislány mellette és a nagylány és a középső legény, ők 2 évesen kerültek hozzám. És a jobb oldalon Attila, akit örökbefogadhatóvá vált, akkor örökbefogadtam, ő pedig 11 hónapos volt, amikor hozzám került. És akkor úgy gondolom, így lett teljes az életem. Kolbert Margit nem egy száraz előadással készült a bátaszéki időseknek, hanem igyekezett személyessé és élménydússá tenni azt. Szokmányosnak egyáltalán nem mondható élete sokaknak könycsalt a szemébe, ám a meghatottságot rögtön oldotta egy hamisítatlan sárközi népdallal. Sokat sírtam alatta, Előadásában kitért arra is, honnan ered a néphagyományok iránti szeretete, milyen remek műveket, tárgyakat, családi erekéket őriz a tájházként vagy éppen mini múzeumként funkcionáló házában. Itt többek között helyet kapott apósa gyűjteménye is, ami Kolbert Margit szerint jó példa arra, hogy mindenkiben van valami kincs, valami érték, csak tudni kell azt előhívni. Ez például nagyon szeretem megmutatni ezt a gyűjteményt a gyerekeknek, mert ugye könnyen rámondják egy rossz gyerekre is, hogy az rossz gyerek, pedig én úgy gondolom, hogy mindenki egy nagy érték, és mindenkiben van valami érték, csak ugye azt meg kell találni, és azt elő kell azt a tudást hozni, és apósom erre egy nagyon jó példa, hogy magától, mester nélkül mennyi mindent meg lehet csinálni. És úgy gondolom, hogy maguk is, hogyha visszagondolnak az életük során, nem mondták azt, hogyha valami feladat előtt álltak, hogy én ezt nem tanultam, én ezt nem tudom. A kényszer, a helyzet az mindig adja magát, és előhívja az emberből a tudásokat. Az előadásból kiderült az is, milyen információkat hordozott régen a sárközi népviselet. Az együttesünk a sárpilisi, illetve a sárközi hagyományokat, a családi ünnepekhez kötődő szokásokat, illetve a karácsony, a húsvéti szokásokat, akkor a munkához kötődő arató, akkor a szülőrző hagyományait dolgozza fel, de nem csak énekelünk és táncolunk, hanem kézműves foglalkozást is tartunk, és ezen belül gyöngyfűzéssel, színes rostkötéssel, amik a sárközi viselet kötényeit keretezik, valamint színes hímzést
tanulunk vissza, illetve most már tanítjuk is. A sárközi viselet az mutatja egy-egy családnak az anyagi helyzetét, mutatja egy nőnek a korát és a családi állapotát is. Tehát, hogyha valaki ezt egy kicsit jobban ismeri, akkor már fényképről is akár felismerheti. Korán férhez mentek a lányok, tehát már általában 15-16 éves korukban, és nem csak lányként voltak nagyon díszesek, úgymond, mint a pávák, hiszen a sárközi népviselet a kalotaszegi népviselettel egyenértékűen az összes színt felhasználja a viseletében, és ezeket a színeket mégis nagyon jól harmonizálva dolgozzák rá a viseletre. És a fiatal asszonyok is ugyanilyen díszesen jártak, és ezt saját maguknak készítették a viseleteket, az alsó nemüket, tehát maguk szőtték az anyagokat, a sejmeket pedig Franciaországból, Lyonból, Szentetyiemből hozták el maguknak, hozatták meg maguknak, a Csehországból hozták az islangokat, a gyöngyöket, és ezeket mind felhasználták a viselethez. A Kincsőrzők című programsorozatot a Bátaszéki Gondozási Központ Idősek Klubjának szakmai vezetője indította útjára. Hódi Katalin úgy véli, amellett, hogy ezek az alkalmak színesítik az idősek napjait, arra is lehetőséget nyújtanak, hogy a még fellelhető értékeket bemutassák, és így megőrizhessék azokat az utókor számára. Szerencsére vannak olyan vállalkozó szellemű emberek és olyan ügyeskező emberek, akik erre hajlandóak és meg tudják tanulni ezeket a mesterségeket, de hogy egyre kevesebben vannak. Ami a mi időseinknek és a hozzánk járó időseknek még a mindennapjait jelentette, az ma már ritkaság számba megy, és azt gondolom, hogy nagyon fontos ezeknek az értékeknek a bemutatása. Hódi Katalin azt ígéri, hogy a Kincsőrzők programsorozat folytatódni fog. Minorics János névviselő készítő és Kolbert Margit művészeti vezető után újfent egy különleges vendég érkezik majd a Bátaszéki Idősek Klubjába. Igazán alkalomhoz méltó módon ünnepelték a farsangot a Bátaszéki Napsugár Nyugdíjas Klub tagjai, közös fánksütést tartottak, ahol természetesen nótázásra is jutott idő. A gondos tésztaszaggatása a mennyei farsangi fánk egyik legfontosabb előfeltétele. Hatalmas rutinjuk lévén pontosan tudják ezt a Bátaszéki Napsugár Egyesület tagjai is, akik közös fánksütéssel ünnepelték a farsangi időszakot. Nem mondom, ez az én. Figyelj, ide a férjem is pékút, meg én is, és akkor ez. Tudod, mi van? Szakmai titok. Szakmai titok ide vagy oda, igyekeztünk csak megtudni, hogy mégis mi az igazi omlós bátaszéki farsangi fánk titka, és bizony, mint ahogy a sütésben résztvevő asszonyok, mi sem vallottunk szégyent. Ez egy jó liszt, amit én mostan hoztam, mert az egyik boltban lehet ilyen jó sikértartalma le van a lisztnek, és akkor ebből lehet jó tésztát készíteni. Ez nem szakad, mert a rövid liszt az szakad. Azt nem lehet nyújtani. Én például pénteken ilyen 5 tepsi rétel sütöttem ebből a lisztből, amit mind a cigaretta papír úgy el lehetett húzni. És ilyenből van jó tészta. Bizony-bizony a fánksütésnél is jól jönnek a férfi kezek, erről pedig Józsi bácsi tett tanúbizonyságot. A lányok, ahogy kigyúrják, meg beteszik, ami szükséges, meg kell, és akkor a megfelelő forróságú zsírba, olajba betesszük, és akkor így szép lassan átsütjük, és egyszerre vesszük ki utána az egészet ebből a lábusból, úgyhogy... Hány fánkon van ma már túl? Hát most már a 140... 100 fánk megsütése még jó társaságban is nagy idő, de legalább ilyenkor van miről beszélni az embereknek a kitartó munka közben. Fánkot most sütünk másodszor, mert előtte az előző klubvezetés az nem sütött fánkot. Kitaláltuk, hogy valamivel újítani kellene,
és akkor kezdtünk el a fánkot. Hogy farsangra, ugye fánk nem, nélkül nincs farsang, és ezért először ketten dobtuk össze az anyagot, most meg már a klub veti meg az anyagot. Most mi egybe kötöttük így, hogy együtt sütünk, együtt főzünk, például volt tavaly olyan, hogy főztünk pörkölt, tehát azt is így főztünk közösen, de minden jó volt. Úgyhogy összehozza az embereket ez a kis összejövetel, úgyhogy örülünk neki, hogy nem bomlott szét az egész. Hát figyelj, mink úgy megértjük egymást. Na. Én vagyok lényegében legidősebb köztünk, és akkor mink nem beszegtünk, mink nekünk, tudom, sokat dolgoztunk, és megvan mindig a mindenkinek a maga kis megbeszéljük, és így vagyunk. A Napsugár Nyugdíjas Klub tagjai nem most először sütöttek közösen fánkot. Minden évben megrendezünk egy fánksütést a hölgyekkel, igazi háziasszonyok, kis forralbort, hát egy kis farsangi hangulatot próbálunk ebbe a nyugdíjas délutánban most beletenni, mert minden héten egyszer találkozunk, és hát lehet látni, hogy mindenki nagyon örül az egész rendezvénynek, mert hogy ma már egész nap erre készültünk. Van egy hölgy, aki dagasztotta a tésztát, aki a pékségben dolgozott, Bellike, meg tulajdonképpen erről szól az egész, hogy együtt fogyasszuk el ezt az így sütött fánkot, és jól érezzük magunkat. Én úgy látom, hogy a fánksütés és a fánkozás mellett azért itt nagyon jókat beszélgetnek, és ez erről is szól egy kicsit, hogy együtt vannak, sztorizgatnak. Hát általában rendezünk mindig ilyen bálokat, ilyen különböző falvakból ők meghívnak. Például most voltunk Alsónyéken, jövő héten szerdán megyünk Szekszárdra, a Babics művelődésedbe, és ez ilyen kölcsönös délutánok ezek, amik nagyon jól telnek mindig el. Általában jókat eszünk, meg sokat táncolunk. Hát most is van egy ilyen kis magnózenekarunk is, de szerintem nagyon jó. Egy kicsit feltölt minket, mivel már nem vagyunk fiatalok, és hát mi így érezzük jó magunkat. Én most kezdtem csak egy éve ezt az egészet, de remélem, hogy a továbbiakban is én is tudom vinni ezt a klubot, úgyhogy ennyi. Hányan vannak egyébként, és mi az, amitől ilyen jól működő közösség az önöké? Mert tényleg azt mert, látom. Mert számítunk egymásra, és fontosak vagyunk egymásnak, és nagyjából ismerjük már a család életüket, és akkor megkérdezzük veled, mi van, hogy van, mi történt. És akkor ez már minden hétről hétre már kíváncsi vagyunk egymásra, hogy milyen programja volt, vagy hová megy, hol tölti a karácsony, hová megy nyaralni, vagy fürdeni. Hát járunk színházba is, meg különböző kis dolgokat beteszünk, hogy egy kicsit változatos legyen ez a nyugdíjas élet, mert hát azért már mindannyian nagyon tetszik látni, hogy nagyon sok hölgy van, és az azt jelenti, hogy a párunk már nincsen. És valahogy így próbálunk tovább élni, és jól érezni magunkat együtt. Ilyenkor összejönnek, majd amikor már most forradbort is csináltunk, és majd amikor már vége van a fánkevésnek, akkor egy kis nótázás, és akkor 4-5 óra fele elindulnak arra a nagyfagyok. Géza hódolatot tartottak az egykori magyar király nevét viselő bátaszéki gimnáziumban. A közel 3 évtizedes diákhagyomány során az osztályok képviselői külön-külön köszöntik az intézmény frissen megválasztott királyát és királynőjét. Majd az uralkodó pár is bemutatkozik humoros formában. A bátaszéki Géza kultusz jelentőségét és horderejét mutatja, hogy az uralkodó pár a város rendezvényeinek és állandó vendége.
Fogadjuk méltó tisztelettel a királyi felséget. Ő felsége II. Géza, Magyarország királya. Üdvözöljük közösen a királyt! Tapsvihar fogadta a bátaszéki II. Géza gimnázium frissen megválasztott idei királyát és királynőjét a helyi művelődési házban. Az iskolában évtizedes diákhagyomány már az évenkénti uralkodó választás és az ahhoz kapcsolódó hódolat. Ünnepélyes ez a mai nap Jászmin számára és Daninak. Dicsőség a királyi párnak, akik most a hatalom élén állnak. Idén a fekete hercegnőnk szőke királyné lett, Aladinját lecserélve Peteli Dánielre. A királynénket kérjük, ne szálljon el magától, nagyot lehet esni a ló hátáról. Vigyázzon a táncos lábára, hogy ne sérüljön meg a birodalmi lakomára. Egoista ényét váltsa fel a nevetősre, így lehet Bitan királyunk első szeretője. 1988-ban, amikor a gimnáziumunk felvette a II. Géza nevet, hogy egyedüli II. Géza gimnázium az országban, akkor vetődött fel annak a gondolata, hogy minden évben a 11. évfolyamosok közül a diákok, az összes diák választ egy király és egy királynét, akik megszemélyesítik II. Gézát és Eufrozinát, és ezt megelőzi egy kampány, amelyben igyekeznek megmutatni a jelöltek, hogy kik közülük a legjobbak, és kik érdemlik meg ezt a címet. Azok vattok nekünk, mint ünnepélyes lezárása az évnek, és mint birodalmi lépegetők a nagy Darth Vadernek. Mind megbuktok, mert nélkülünk hatalomra léptek, mint Peteli, kit elődemonstráció jelölnek. Csupa királyi vírus a Wuhanba érkező járat, de a dicsőség a betegség mellett. Hosszú szőke hajához jól élik a korona. Ezen a napon, amely a Géza névnaphoz ugye legközelebb eső, ezen a napon történik meg itt a művelődési házban, ez is nagyon régi hagyomány, a beiktatásuk. Ez egy ilyen hagyományos fordított napként jelenik meg. Mai nap folyamán versenyek voltak, sport és ügyességi versenyek, ennek az eredményhirdetése is zajlott, illetve a király egy ilyen humoros beszédben bemutatkozik. Országunk bírájává, az igazság szolgáltatásban nagy tekintélye bíró, Ébert emberi Ajman urat jutalmaztuk meg, ki hosszú éves hűsége jutalmául Szekcsői királyi várunkat, az ottani füvészkertünkkel együtt, valamint az ifjúsági klubunkat, ugyanakkor meghagyjuk számára, hogy az utóbbi időben más iskolákban menekült diákjaink számára halálszatos kérdésre fordulnak hozzá, őket készségesen meghallgassa, a királyi kelyet feléjük mindig őszintén gyakorolja. Az iskola osztályai jó előre felkészülnek erre a napra, és igyekeznek a legfrappánsabb, humortól egyáltalán nem mentes hódolataikat megírni az uralkodó pár köszöntésére. A király és a királynő beiktatásuk előtt, ahogy az már elhangzott, komoly kampányt folytatnak, hogy aztán a diák közösség őket találja legalkalmasabbnak a nem kis elismeréssel járó pozíciókra. Jó érzés, sokat kampányoltunk érte, viszonylag újítani tudtunk kampány során. Megpróbáltunk ki ezt a valamennyire politikusnak kinézni, tehát ez az öltönybejárás, plakát, nagy plakátolás, szalagátvágás, felavatások, tehát ezekkel próbáltunk valamennyit újítani. Illetve bevetettük először a közösségi médiát a kampány során is, tehát Facebookon is rengeteg képet posztoltunk ki, és ezek segítségével. Feszült az ember, mert ennyi ember, egész iskola nézi őt még általában másfél évig, amikor megválasszák. Hát feszült, én azt mondom feszült, de ahogy egyre haladunk előre, oldódik a hangulat szerintem mindkét oldalt. Egy közös elhatározással úgy döntöttünk, hogy a királynéi 30-ad vámok jövedelméből, valamint a nagy tiszteletű testvérünk a kievi nagy fejedelem által hozományként felajánlott összegekből nekik ajándékul juttatunk, valamint Eufrozina érdemérmünkkel jutalmazzuk őket. Arra kérlek benneteket, hogy a nevetek elhangzása után osztályonként vegyétek át az érdemérmeteket. Nagyon sokat készültünk, mivel ma a suliba ilyen diáknap volt, és ott próbáltunk csinosítani magunkon, szóval mi nem igazán vettünk részt rajta. Hajat vasaltunk, sminkeltünk,
És a ruhával is újítást hoztunk, mivel az eddigi ruha nem ez volt, hanem a másik, ami a Bernin van, szóval próbáltunk abban is egy kicsit új dolgokat belevinni, hogy sokkal színvonalasabb legyen a műsor maga. A lányoknál a kampányidőszak igazán harcias a sikeredet, ha mondhatnám így, mert voltak kisebb-nagyobb összezöldüléseink, versenyből kitiltások, szabályok megszegése miatt. A bátaszéki Géza kultusz jelentőségét és hordereit mutatja, hogy az uralkodópár a város rendezvényeinek is állandó vendége, nélkülük alig ha képzelhetőek el jelentősebb programok a városban. De van ennek a napnak még egy folytatása majd, amikor a királyt beiktatják és megkoronázzák, ez pedig mindig, ugye mostanában ez a bátaszéki bornapokhoz kapcsolódó nagy rendezvény, ez szeptember elején kerül erre sor. Én azt gondolom, egyfajta megtiszteltetés a többiek részéről. Vannak olyan feladataik is, amelyek esetlegesen mondjuk a városi rendezvényekhez kapcsolódóan, amikor megnyitják például a gasztronómiai estet, tehát inkább reprezentatívak ezek a feladatok. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!